Ahhoz, hogy meditációról beszéljünk, ahhoz fontos alapot meg kell értsünk, hogy meditáció meditációrendszert Isten létrehozta. Ő ő határozza meg, mi, mi a meditáció. Aztán a részleteket kidolgozta a Patanjali Muni, aki írta a Yoga Sutrát, és gyakorlatilag a yoga, Szó azt jelenti, hogy kapcsolat Istennel, a meditáció pedig azt jelenti, hogy tudat, elme összpontosítása Istenre. Természetesen van próbálkozás, hogy elme kiürítése semmire nem gondolni, de mivel nincsen semmi, ilyen nem létezik, hanem a meditáció az azt jelenti, hogy a te elmét valamire fókuszál, és akkor arról gondolkodik, arra meditál, az milyen és így minden oldalról valamilyen tulajdonságukra. Ezért Bhagavad Gita Krishna Isten azt mondja, hogy Yogivna Mapi sarvisa, Madgan Madgantenara Matmana. A legjobb meditáció és legjobb jogi, aki úgy tanul meditálni, hogy Istenre meditál. Mert ő végtelen tulajdonsága rendelkezik, ezért ez a meditáció olyan stabil tud lenni, hogy semmi körülmény nem tud megzavarni. Szóval próbáljátok nyugodtan kiüríteni az elmét, de mikor sikeresen kudarcotok lesz, akkor segítünk nektek igazi meditációt megtanulni Istenre.